Minden magyar. Petőfi Rádió. Ez a hazai Mák Katával. A mai téma. Mindent, amit szeretnél megtudni a mézről, most megtudhatod, sőt, ha kérdésed van, akkor bátran tedd fel, hiszen a stúdióban itt van velem Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója. Szia! Szia, sziasztok! Ugye itt adáson kívül beszélgettünk már pár szót, és hát talán egy kis gyors talpalóval kéne kezdenünk, és nem is a méznél indul, ne is a méz az, amire térjünk ki, hanem hogy egyáltalán hogy készül, kinek köszönhetjük, mi a különbség a darázs és a méhecske között, vannak itt téfitek meg különböző problémák szerintem még itt az emberek fejében, amit azt gondolom, hogy tisztába kellene tennünk. Kezdjük akkor a mézzel, illetve a méhészeti termékekkel. Messziről indulunk, virágoktól. Évmilliókkal ezelőtt kizárólag szélmegporoszta növények voltak, nagy mennyiségben állították elő a virágport, a virágpor kell a növények megtermékenyítéséhez, illetve a szaporodásukhoz, de nem volt túl gazdaságos, hiszen nagy mennyiségben állították a virágport, a szél hordta, és ha szerencséjük volt, akkor nyilván jó helyre került. A természet sem szeret pazarolni, éppen ezért megjelentek a rovarbeporoszta növények, így a rovarvilág is egyébként fejlődésnek indult, így gyakorlatilag, ha egy színes növényt látunk, vélhetően rovar megporzású a növény, a színével szeretné oda csalogatni a rovarokat, illetve még egy fegyvert bevetnek ezek a növények, nektár termelnek. A nektár az egy édes, illatos folyadék, vonza a megporzó rovarokat, így a méheket is. A méheken túl egyéb megporzókkal is, vadbeporzókról is beszélhetünk, ők is viszonylag nagy mennyiségben jelen vannak, jelentős a beporzó tevékenységük. Méhek tekintetében körülbelül 1,2 millió méhcsalád található az országban, 13 méhcsalád per négyzetkilométer a méhsűrűség, hogyha lebontjuk, 20 000 méhész foglalkozik egyébként méhészkedéssel. A méhek, illetve a házi méhek, vagy a mézelő méhek nagy mennyiségben, illetve állandó jelleggel előfordulnak, így a beporzás jóval hatékonyabb lehet, mint az egyéb vadbeporzóknál, tehát megjelentek a rovarbeporzású növények, oda csalogatják a rovarokat, a rovar, amikor virágról virágra megy jellemzően a nektárér, a szőrköntösére, illetve a testére rátapad a virágpor, és könnyebben célba jut. Ez a nektár, illetve nektár többlet, amit elveszünk majd a méhektől méz formájában, ami nekünk jó. A méhek a nektár begyűjtik, a nektárról tudni kell, hogy ez egy összetett cukrot tartalmaz, a méhek enzimek segítségével lebontják egyszerű cukrokká, és ezeket az egyszerű cukrokat a szervezetünk jóval könnyebben, kisebb energiával tudja lebontani, illetve felhasználni, mint egy egyéb más összetett cukorforrásról beszélnénk. Behordják a nektárt a méhek, elkezdik besűríteni, a nektárnak 30-40-50-60% nedvességtartalma van, a méznek 20% alatti a nedvességtartalma, tehát elpárologtatják a felesleges vizet, besűrítik ezt a nektárt, illetve a hozzáadott enzimek segítsége az összetett cukor forrásukat lebontják egyszerű cukrokká, és amikor a méhész aztán elveszi a méhektől, jellemzően hordóba, hordóból üvegbe kerül, és ha termelőtől vásárolnak a hallgatók mézet, akkor a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz fog eljutni. Ez a méz útja egy bővített mondatban. Köszönöm szépen. Ugye számos jótékony hatása van a méznek, számtalan fajtája van a méznek az összetevőit is akár átvehetjük, de hát és vannak fontos tudnivalók a mézzel kapcsolatban, például, hogy nem okoz fogszúvasodást, tehát fertőtlenítő anyagok is vannak benne, ami gátolják ugye a fogszúvasodás megindulását, aztán például, hogyha herpeszt bekenünk vele, azt is meg tudja gyógyítani, és hát még sok-sok érdekességet el lehet mondani, úgyhogy egész adás alatt lesz időnk majd ezekből csemegézni. Tegyük tisztába gyorsan, hogy a méh és a darázs közti különbséget, hogy mindenki vegye észre, és miért fontos ez? Részben megjelenésében, vagy megjelenési formájában is különbözik, több száz darázs faj él hazánkban is. Legelterjedtebbek egyébként a német darázs, keske darázs, lódarázs, méhfarkas, illetve a tőrös darázs. Egyébként ők jellemzően kisebb kolóniákban élnek. Fontos tudni, hogy például a darazsak tekintetében kizárólag a bepárzott anya éli túl a telet, valahol behúzódik és tavasszal új kolóniát alapít. A méhek, ha egyesével tekintjük ezeket a rovarokat, ők változó testhőmérsékletű élőlények, viszont hogyha egy kolóniát alkotnak egy rajt, egy családot, akkor már úgy viselkednek, mint egy állandó testhőmérsékletű élőlény. A kaptárban is, amikor fiasítás van a kaptárban, illetve fejlődik a család, 35 Celsius fokos hőmérsékletet
tartanak. Jó, nagy különbség egyébként nyilván megjelenésében, darázs jellemzően fekete-sárga színű, a méhek jellemzően szürkék, itt a méheknél is a szőrköntösük miatt szürkék, ha az a szőrköntös lekopik, idősebb méheknél szokott ez jellemzően már lekopni, akkor jóval sötétebb fekete színű a kitipálcia egyébként a mi házi méhünknek is. Mindent, amit a mézről, méhekről tudni szeretnél, az itt most elhangzik a Petőfi Rádióban, úgyhogy nyugodtan tedd fel kérdéseidet. Arra is kitérünk természetesen majd, hogy hogy lehet felismerni a valódi természetes mézet a mesterséges vagy hamisított változattól. Úgyhogy tarts velünk a folytatásban, vendégem Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója ebben az órában. A stúdióban Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója. Ha szeretnél mindent megtudni a mézről, akkor most jó helyen jársz, de kérdéseidet természetesen feltelted, akár Facebook oldalunkon, vagy a 0630303380-as SMS számon, illetve Viberen. Talán az első és legfontosabb, hogy hogy ismerhetjük fel a valódi természetes mézet a mesterséges vagy hamisított változattól, hiszen most már ilyenekkel is lehet találkozni sajnos a piacon. Igen, azt kell mondjam, hogy nehezen. Az, hogy egy méz hamis vagy nem hamis, azt laboratóriumban tudják megállapítani. Én úgy gondolom, hogyha termelőtől vásárolunk, illetve mint a mézre, mint bizalmi termékre tekintünk, ha megszokott helyről vásárolunk, akkor biztos, hogy jó minőségű magyar termelői mézet tudunk vásárolni. A mézre egyébként nem úgy kell tekinteni, mint egy édesítőszerre. A méz túl azon, hogy antibakteriális, antivirális, tehát vírusölő, baktériumölő hatása van, és általánosságban a mézekről mondom, hogy egy savaském hatású anyagról beszélünk, tele vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, az egyszerű cukrokról beszéltünk, hogy könnyű a felszívódásuk, és mindemellett, ha valamilyen egyéb fajta mézet választunk, mindegyiknek van valamilyen olyan tulajdonsága, ami kiemelkedő, vagy kiemeli a többi fajta méz közül. Hát igen, most ha ezt sorra akarnánk venni, akkor azt hiszem itt ülnénk még jó pár órán keresztül, ugye? Mert azért sokfajta méz van. Sokfajta méz van. Hazánkban az a 4-5-6, ami a legismertebb, például az akác, hárs, selyemfű, napraforgó repceméz, illetve a vegyes virágméz, ami... A különböző típusú mézek között ahhoz képest, tehát nyilván, hogy más virágból van, más hatékonyságú, még van valami különbség köztük? Elsődleges különbség köztük az egyszerű cukrok aránya. Az a méz, amelyik sok szőlőcukrot tartalmaz, például a repceméz, az egy gyorsan kristályosodó méz, pergetés után néhány héttel már kristályosodik. Fontos tudni, hogyha egy méz kristályosodik, az nem azt jelenti, hogy az a méz hamis. A nyugalmi állapotát, hogy elérje az anyag, illetve a termék, például a méz, a nyugalmi állapot a törekvésnél ezt a kristály szerkezetet veszi föl, amivel megszilárdul. Hogy ne legyen olyan kemény kristályos, például a repceméz, ami hamar kristályosodik, kevergetni szoktuk a kristályosodás közben, illetve az idő alatt, amíg kristályosodna. Így a kristályokat egyébként mind a kis téglalapokat vagy kis kockákat úgy kell elképzelnünk, az állandó kavargatás miatt le fogjuk törni az éleit, és egy lágy, krémes, egy krémmézet fogunk kapni. A repce egyébként az egyetlen lúgosító hatású méz, úgyhogy akinek például refluxa van, ajánlom a repceméz fogyasztását. Akácméz egy kellemes lágyméz, ott a gyümölcscukor arány jóval magasabb, mint a szőlőcukoré, ezért egy nagyon lassan vagy egyáltalán nem kristályosodó mézről beszélünk. A glikémiás indexe jó az akácméznek, lassan szívódik fel, úgyhogy aki diabéteses, de mégis szeretne valamilyen édességforráshoz jutni, mértékkel az akácmézet ajánlom. Kiemelném a hársmézet például, ami egy hurutoldó, gyulladás csökkentő, egy karakteres, aromás, fűszeres mézről beszélünk. Napraforgó méz, ami egy erősen savaském hatású méz egyébként, úgyhogy fertőtlenítő hatása kiemelkedő. Minek köszönhető az, hogy a méz sosem romlik meg? Ugye ez az egyetlen olyan élelmiszer, ami természetes állapotában nem romlik meg. Igen, vannak olyan élelmiszerek nyilván, amik korlátlanideig megőrzik a minőségüket megfelelő tárolás mellett, például ecet, só, egyebek. Elvileg a méz is. Gyakorlatilag vannak változó paraméterek a mézben. Ezeket a változó paraméterek mennyiségét jogszabályi keretek között deklarálták, így lehet megkülönböztetni például egy túlmelegített ipari minőségű mézet a
jó minőségű természetes mézt, illetve jó minőségű természetes mézet is például intenzív hőkezelésnek teszünk ki, már olyan minőségromló folyamatok elindulnak benne, hogy az ugyanúgy méz lesz, de egy nem egy első osztály méz, egy ipari kategória. Ezeket a változó paramétereket, amik folyamatosan változnak, például az összetett cukrok bomlanak az enzimek hatására egyszerű cukrokká, ezek az egyszerű cukrok is tárolás mellett még tovább tudnak bomlani, egy hidroximetil-furfurol nevezetű anyaggá, illetve a méhek által hozzáadott enzimek mennyisége, az enzimek is jelen vannak a mézben, és évek alatt történő tárolásnál azért szépen lassan elkezd csökkenni a mennyiségük. Elsősorban minőségi paramétereknél ezt a HMF hidroximetil-furfurol, illetve az enzim tartalmat szokták vizsgálni. Éppen ezért Magyarországon körülbelül 2-3 évet szoktak adni minőségmegőrzés időnek a méznek, olyan országokban, ahol más paraméterek alapján határoznak meg valamilyen élelmiszer minőséget, ott 5-10 évet is lehet egyébként adni a mézekre, de attól függetlenül, hogy ezek a paraméterek változnak, attól függetlenül nem fog megromlani a méz, ugyanolyan tökéletes minőség és egészséges élelmiszerről fogunk beszélni, csak a hazai jogszabályi keretekbe már nem biztos, hogy ők 5-6 év múlva az üvegméz beleférhet. Azért bizonyára vannak olyan tárolási módszerek, amik segítenek megőrizni a méz frissességét, illetve az ízét, úgyhogy mik ezek, erre is mindjárt rátérünk. Itt a Petőfi Rádióban a mézekről beszélünk, úgyhogy ha szeretnél róla mindent megtudni, akár kérdezz is bátran. Márkosi Gáborral, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadójával beszélgetek ebben az órában itt a Petőfin. Ez a hazai, ahol mindent megtudhatsz a mézről. Vendégem Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója, és Tibor írt egy üzenetet, hogy az apiterápiás házakról hallhatná információkat. Igen, méhekkel kapcsolatban elsősorban mindenkinek a méz jut eszébe. Számtalan olyan egyéb termék van, ami a méhekhez kapcsolódik. Fontos egyébként megemlíteni, hogy minden harmadik falat ételt a méheknek, illetve a beporzó rovaroknak köszönhetünk. Méz mellett, ami fontos még mielőtt az apiterápiás házakra rátérnénk, például a virágpor, egy vitamin fehérje forrást a méhek is használják tápláléknak, fiasítást táplálják vele, mi is bevihetjük a szervezetünkbe egyébként a virágport, mint vitamin, illetve fehérje forrás. Érdemes egyébként ezt a virágport nem kanalazva natúrformában fogyasztani. A fehérje burkot, ami a virágporban, illetve a pollenen van, viszonylag nehezen tárná föl a szervezetünk, hogyha mézben vagy joghurtban elkeverjük, akkor már a savas, illetve a joghurtban, kefirben, a tejsavas környezetben már feltárolnak azok a jótékony komponensek, amelyeket aztán a szervezetünk könnyen tud hasznosítani. Mellette még például a propolis, a méhméregről is kevesen tudják, gyógyszeripar használja egyébként a méhmérget, illetve az apiterápiás házak, hogy gyakorlatilag a kaptár levegő jótékony hatását használjuk fel. Egy kis házikóba be vannak rakva a méhcsaládok, egy ráccsal vannak elválasztva gyakorlatilag a ház légterétől, hogy ne tudjanak bejönni a házba, és az a kaptár levegő, amit a méhek ott előállítanak, megfelelő hőmérsékleten, páratartalomban azt a levegőt tudják használni, illetve szívni azok, akik az apiterápiás házban tartózkodnak, különböző légúti megbetegedésekre, illetve aszmás vagy aszma jellegű megbetegedésekre tökéletes, kúraszerűen alkalmazva. A tárolási módszereket kérdeztem, mielőtt még ugye abba hagytuk, hogy milyen tárolási módszer segíti megőrizni a méznek a frissességét, illetve az, hogy az íze is megmaradjon lehetőleg tovább. Mert azt mondtad, hogy ugye 3 évig biztosak lehetünk abban, hogy nem lesz minőségromlás, de hát ezért nyilván nem mindegy, hogy napon tároljuk, vagy mondjuk egy hűs helyen. Pontosan, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen érdemes tárolni, illetve a mézről tudni kell, hogy egy higroszkópos anyag az üvegen kívüli környezetből is magába tud szívni dolgokat. Például a páratartalom, hogyha magas, ha nincs rendesen visszazárva az üveg, a levegő páratartalmából magába szívja azt a többletnedvességet, fel tud higulni, ha már felhigult egy nem megfelelő tárolás miatt az üvegben, akkor akár erjedésnek is indulhat. Hogyha kapor mellébe rakjuk a svejzba, ugyanígy át tudja venni azokat, de egyébként egy öblítő vagy bármi, ami mellett tároljuk, arra figyeljünk, hogy egy valamilyen szaktalan környezetben tároljuk, mert át tudja venni a külső illatokat, szagokat, meg a nedvességtartalmát nyilván a levegőnek. Ugye említetted a propoliszt, és akkor én ide még behoznám a mélypempőt is, és a méz. Tehát mondjuk, hogyha a három közül kellene választanunk, akkor melyiknél mi a különbség, vagy melyikhez nyúljunk mondjuk először?
legelterjedtebb nyilván a méz. Beszéltünk róla, a propolis, a méhlegelőnek tekintünk mindent, ami egyébként a környezetünkben van, amiről a méhek gyűjteni tudnak. A méheknek 5 kilométeres sugarú kör a röpkörzetük, az 7800 hektárt fed le, tehát akár 5 kilométer távolságra is elmennek a kaptártól. Különböző növények, nyír, nyár, fűzfélékről, napraforgó rügypikkelyekről gyűjtik a propoliszt, egy természetes antibiotikum. A méhek a kaptár teljes belső falát egyébként bevonják, a lépeket erősítik vele, lyukakat, repedéseket tömik be a kaptárban. A méhészek jellemzően úgy szokták használni, hogy összegyűjtetik a méhekkel. Speciális módszerekkel lehet gyűjteni ezt a propoliszt, és 70%-nál magasabb alkoholtartalmú alkoholban élelmiszerkönyvi tisztaságú, illetve gyógyszeripari tisztaság élelmiszerkönyvi minősítésű alkoholban feloldják, egy tinktúrát kapnak, étrend kiegészítőként kerül forgalomba, gyulladás csökkentő, külsőleg, belsőleg használható emésztőrendszeri panaszokra, vagy egy külső vágásnál is egyébként részben az alkohol tartalma, illetve a propolis természetes antibiotikum tartalma miatt gyulladás csökkentő. A mépempő egy teljesen más kategória. A mépempő az a fehérje, amit a méhek a garatmirigyükkel előállítanak, és a fiasítást, az utódokat táplálják. Ezt a mépempőt hát elég pepecselős úton lehet elvenni tőlük, és ezt lehet fogyasztani. Egy kitűnő fehérjeforrás, voltak rá vizsgálatok egyébként meddőségben szenvedő pároknál a mépempő alkalmazásával. Javultak az eredmények pontosan. Tehát akkor, hogyha valaki extra egészséges szeretne lenni, akkor mondjuk mindenből válaszol, de azért a mézet fogyassza mondjuk minden nap, és akkor ilyen különböző kúrák kapcsán, mondjuk ősszel, vagy a téli időszakban, akkor... Pontosan, a mézet minden nap érdemes fogyasztani. Egyébként, ha a hétkezés előtt elfogyasztunk egy kis kanálnyit, van egy étvágygerjesztő hatása, illetve segíti az emésztést. Például a propoliszt, illetve a mépempőt az kúraszerűen érdemes egyébként alkalmazni. És ebben az órában mindent megtudhatsz a mézről. Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója a vendégem. Az apiterápiás házakkal kapcsolatban jött egy kérdés, hogy a méhész konténerek akkor tehát apiterápiás házak? Egyrészt azt mondom, hogy igen, másrészt az, hogy nem feltétlenül. Méhész konténer az egy valamilyen felépítmény szokott lenni. Kis alapterületen sok méhcsalád van bezsúfolva, és könnyebb a szállítás, egyéb előnyei vannak. Nyilván ott is a konténer folyosóján intenzíven lehet a kaptár levegőt érezni, ha van valakinek méhész ismerőse és van rá késztetése, beöltözve, nyugodtan be lehet menni a konténer folyosóra. Az apiterápiás házaknál jellemzően egy kényelmesen leülve, lefeküdve egy 20-30-40 percet intenzíven tudjuk azt a kaptár levegőt élvezni, de igazából tekinthetünk úgyis egy konténerre, mint egy kevésbé komfortos apiterápiás házra. Miért fontos az, hogy belélegezzük ezt a levegőt, aki esetleg most kapcsolódott be hozzánk, annak az a kedvéért? Kaptár levegő különböző légúti megbetegedésekre, illetve asztmára kitűnő. És van még egy fontos szabály a mézzel kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban jött is a kérdés, hogy gyerekeknek milyen kortól lehet adni a mézet. 16 hónaposak az ikreink, jó a műsor, ezt bírja, köszönjük szépen. Egy éves kortól ajánlott adni a mézet. A méz egy állati eredetű termék, tekintettel arra, hogy nincs hőkezelve, tehát egy nyers állati eredetű termékről beszélünk, éppen ezért egy éves kor alatt nem ajánlott a fogyasztása. Ugye folyékony aranynak is mondják, a színe az minek köszönhető például a méz színe? Méz színe részben a nektárnak, illetve a nektár mellett mondtam, hogy virágport is és gyűjtenek a méhek, illetve a virágok virágport is termelnek. Jellemzően a virágpor is meg tudja színezni egyébként a mézet. Ugye belsőleg számos jótékony hatása van, rengeteg vitamin tartalmaz, ásványi anyagot, de nem csak belsőleg használhatjuk, hanem külsőleg is. Igen, pontosan mind az antivirális, mind az antibakteriális hatása miatt például égési sérülésekre is szokták használni, a herpeszt, ahogy említetted. De bocsánat, a égési sérülése, tehát akinek van egy, nem tudom, megégetem a kezem mondjuk
a forró edénnyel, akkor arra rákenhetem. De hát azért nyilván vannak fokozatok, hogy ne kenjük össze magunkat mézzel, ha már ilyen nagyobb fokú égési sérülésünk van. Nyilván, amikor már orvos kéne hívni, akkor nem ajánlott, de egy olyan égésnél, ahol legfeljebb felhólyagosodik, vagy még az sem, ott érdemes egyébként, van, akik sebekre is szokták tenni, a kozmetikai ipar használja. Krémek alapanyaga mind a méz, mind a propolisz jellemzően. Illetve amit szerintem még fontos elmondani, és már talán említettük is, hogy nem okoz fogszúvasodást a méz. Igen, attól függetlenül mindenkinek javaslom, hogy étkezés után vagy este mossa meg a fogát. Még igen, a mézet fogyasztott nem akkor kiváltható, is. Igen, nem. A méz nem segíti, vagy nem váltható ki fogmosással. Igen, ugye fantasztikus kozmetikum, tehát nem csak belsőleg, külsőleg is gyógyít, ugye bőrsérülések, sebek, hegek, akár háromszor is gyorsabban gyógyulhatunk, és műtéti sebek gyógyulására is kifejezetten ajánlat, úgy tudom, a méz. Igen. És itt van különbség, hogy melyikből válasszunk? Én úgy gondolom, hogy nincs. Talán a savas jellege miatt a napraforgó méz, ami egy jobb fertőtlenítő hatású, ha már ilyen irányban mozdulunk el a mézzel, és külsőleg használjuk, a többi méznél egy fokkal szerintem jobb. Említetted ugye korábban azt is, hogy nagyon-nagyon nehéz, talán még neked se könnyű, sőt nem is biztos, hogy tudod megállapítani, hogy hamis mézzel vagy igazi mézzel van-e dolgod. Nyilván laboratóriumi körülmények között derül ez ki, de amit a boltok polcain megtalálhatunk, mennyiben segítenek minket, tehát mennyire kell néznünk az összetevőket, vagy mennyire hihetünk annak, hogy amit megvásárolunk, az tényleg jó, vagy keresünk fel, tényleg inkább egy hazai termesztőt. A mézeken jellemzően összetétel nem szokott lenni, egy összetevős termékről beszélünk, ott összetételt nem szoktunk feltüntetni, tehát az összetételt valószínűleg nem fogják megtalálni egyébként a hallgatók. Ahol vannak, viszont, az már gyanús. Viszont, igen, viszont a magyar üzletek polcain jó minőségű magyar mézek vannak, illetve a termelőknél szintén a külföldről érkező például a kínai gyanús vagy gyanús eredetű mézek a nyugat-európai piacot árasztják el. Magyarországon a polcokon nincs ilyen termék. Ez a hazai Mákkatával. Vendégem Márkosi Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója, a mézekről beszélünk, és amire még nem tértünk ki, hogy a mostani környezeti hatások hogy hatnak a hazai méhészetekre és mi állományra, illetve a mézre. Elég hektikus az időjárás az elmúlt 4-5 évben, ez a méz termelésnél is meglátszik. Például, hogy egy akác mézeljen, illetve nektár bocsásson ki magából az akácvirág, azok a 15-20 fok közötti hűvös éjszakák kellenek, és 22-25 fok körüli nappali hőmérséklet. Ha nincs meg ez a hőmérséklet, fehérbe borul az akácerdő, virágzik, viszont nektárt nem fog adni. Jellemzően az egyes fajta virágok vagy virágfajták 12-14 napig virágoznak, tehát akácról is, az alatt a szűk 2 hét alatt hordanak egyébként a méhek. Számos egyéb tényező is befolyásolja egyébként a hordást, külső-belső tényezők, egy belső tényező, egy talajminőség, van olyan növény, ami az adott talajt szereti, akác például homokos talajon szeret nőni, illetve élni, illetve az egyéb külső tényezők, amik a hordás idején befolyásolhatják egyébként a behordott mennyiséget. A minőségre nem hatnak, inkább a mennyiségre, például egy szeles időben lefújja a virágokat a szél, egy iszonyú meleg időben a virágok nektár mirigyeire rásül a nektár, esős időben nem repülnek a méhek, nem tudnak gyűjteni, az eső kimossa a nektárt, amíg egy párás idő van, akkor is fel tud higulni a nektár a virágban. Ott nyilván a méheknek van többlet feladata, hogy egy hígabb nektárból kell majd azt a sűrű mézet előállítaniuk. Magyarországon hány méhészet található? Körülbelül 20 000 méhész van Magyarországon, 1,2 millió méhcsaláddal. Évente 25 000 tonna mézet állítunk el, az 25 millió kilogramm, 10 000 tonna, tehát 10 millió kilogrammot fogyasztunk el itthon, körülbelül 1 kilogramm az a mennyiség, ami egy főre jut. Ebből a 10 millió kilogrammból 6 millió kilogrammot termelőktől vásárolnak az embereket, a vásárlók, és a maradék 4 millió kilogrammot, a 4 000 tonnát pedig az üzletekből. Tehát akkor lehetne növelni ezt a mennyiséget? Lehetne, ha 2-2,5 kilóra... Már ugye a fogyasztást gondoltam ki. 2-2,5 kilóra fel tudnánk vinni az egyfőre jutó mézfogyasztás, akkor nem kéne exportálnunk a mézet, hanem helyben elfogyna az országban. Világviszonylatban kik a legnagyobb mézfogyasztó? Dél-amerikai országokban nagyobb mennyiségeket fogyasztanak, illetve Európa más országaiban görögök közel 2-szer annyi mézet fogyasztanak, mint mi. A méhekre mennyire kell odafigyelnünk?
oda kell figyelnünk, hiába a gazdasági haszonállatokról beszélünk, ugyanúgy, mint a tyúkoknál, teheneknél, a jólétükre oda kell figyelni, ha egy méhész nem csak az adott évben szeretne méhészkedni, hanem következő évben is sikeres évet szeretne maga mögött tudni, akkor például csak a felesleget veheti el a méhektől. Tehát fontos, hogy náluk is maradjon ott a mézből, amit felesleget termelnek, azt vesszük el tőlük. A méhek jólétét is kell biztosítanunk. Kertrendezés szempontjából, ha valaki szeretne egy kicsit tudatos lenni, és egy kicsit odafigyelni, és mondjuk nem fővel telerakni a kertet, akkor azért figyeljen arra is, ugye, hogy legyenek virágok a kertben. Ez miért fontos? Legyenek virágok a kertben. Vannak a fajta virágok, amiről beszéltünk, akác, hár, selyemfű, napraforgó, egyebek, repcével indul a szezon gyakorlatilag. A fajta virágok között egyre hosszabbak azok a holt időszakok, ahol nem találnak idézőjelben élelmet, vagy elegendő élelmet a méhek. A réteket kaszálják otthon is, amikor már 3 centis a fű, levágjuk, nem tud virágba borulni. Ha csak fűnyírásnál mindig a telek felét vágjuk le, a másik felét hagyjuk, hogy virágba szökkenjen, következő fűnyírásnál azt fogjuk levágni, az első rész tud virágba szökkenni, ezeket az időszakokat akkor tudunk segíteni a méheknek áthidalni. A méhektől kell félnünk? Nem kell félnünk a méhektől. Hiszen nem csípnek. Méhek szúrnak? Szúrnak. Szúrnak, nem csípnek, illetve a méhnek is az életébe kerül, hogyha megszúr minket, úgyhogy kétszer is meggondolja egyébként a méh, hogy megszúrjon-e. Nyilván, ha fenyegetve érzi magát, akkor igen. Ha az asztalunknál rászáll az asztalra, felesleges elhessegetni, el fog menni magától, illetve hogyha méhrajjal találkozik valahol valaki, Nem biztatok senkit, hogy menjen oda, és próbálj meg leszedni azt a rajt, de nem kell tőlük félni. Amikor kirepülnek a méhek, a természetes szaporodásuk a rajzás. Nincs se fiasításuk, se mézük gyakorlatilag, amit védeniük kéne. A raj általában szelíd szokott lenni. Általában. Általában, és ne keverjük össze a darazsakkal, amit úgy lehet ugye a méhektől megkülönböztetni, hogy az a sárga-fekete csíkos. Igen, a méhecskék a kis szőrös. Igen. Kis aranyos és jellemzően barátaink. Szürke színűek. És jellemzően szürke színűek. Nagyon szépen köszönjük Márkusi Gáborral, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadójával beszélgettem ebben az órában a mézekről. Ha esetleg szívesen megosztanál mézzel kapcsolatos tapasztalataidat, akkor bátran 0-30-30-30-380 ez az SMS számunk, de lehet küldeni Viberen is üzenetet, a téma mindjárt innen folytatódik tovább, csak Gábortól köszönünk el. Köszönjük szépen, az adás visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, a folytatásban pedig velünk lesz Báj Alex és a Slep. Hallgass magyar zenét online is! A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.